Ez itt az egészséges kert titka, a rioliptufa, a magyar föld ajándéka, amiben egészségesebbek lehetnek a kertek. A rioliptufa használatával javul a talaj élet, egészségesebb növények termeszthetőek, ráadásul támogatja a talaj és a növény vízgazdálkodását, és hosszú időn át fejti ki jótékony hatását a kertben. A Bodrogkeresztúri rioliptufát a Kolasz gyártja, és könnyen beszerezhető a rioliptufa.hu oldalon. A rioliptufa régen lerakódott vulkáni hamu, ami egy vastag réteget alkot, és ezt bányásszák Bodrogkeresztúron. Ez egy ásványi trágya, és jó szolgálatot tud tenni a kertben. Ugyanis ahogy nekünk embereknek és az állatoknak sem csak szénhidrátra és fehérjére van szüksége ahhoz, hogy életben maradjon, úgy a növényeknek sem a nitrogén, kálium és foszfor az, amire szükségük van. Nem csak a makrotápanyagok, hanem az ásványi anyagok is nagyon fontosak a növényeknek is, és a rioliptufa alkalmazása a kertben biztosítja a növények megfelelő fejlődését, stabilizálja a talaj pH értékét, ezért megfelelő választás savanyú talajok javítására is. A különböző szemcseméretnek köszönhetően pedig jól tudunk vele dolgozni a kert minden részén, legyen szó a veteményesről vagy a virágos kertről. Szóval, hogyha nekünk nem megfelelő a kertünk talaja, vagy szeretnénk biztosra menni, hogy minden ásványi anyag benne legyen, ami a növényeknek szükséges a fejlődéshez, akkor itt a megoldás, a rioliptufa. A rioliptufa örlemény egy egyszerű kőportrágya, egyszerű vele dolgozni a kertben, és egyszerű kijuttatni is. És az a jó, hogy jelentős a nyomelem és a ritka elem tartalma, kalcium, magnézium, réz, mangán, vas, cink, és még sok egyéb más van benne, amit mi egyszerűen tudunk behozni a kertünkbe, és akár csak egy zsák Bodrogkeresztúri rioliptufa szétszórásával és bedolgozásával a kertben, mi hosszú időre megfelelő mennyiség kiutatása esetén 7-8 évre is tudjuk biztosítani a megfelelő ásványi anyagokat a földben a növényeknek. Ráadásul a rioliptufa ioncserélő képessége révén alkalmas a talaj kémhatásának semleges tartományban való stabilizálására is. A csomagoláson van segítség ahhoz is, mekkora mennyiséget kell kijuttatni, és nem csak az ásványi anyagtartalom miatt jó a rioliptufa. És nem csak ásványi anyaggal van tele, hanem a rioliptufa szerkezetének köszönhetően a vizet is képes megkötni. Így, hogyha bedolgozzuk a talajba, bizony megköti magában a vizet, és kevesebbet kell majd öntöznünk. És így, hogy már április elején 25 fok van, azért nem mindegy, hogy nyáron mennyit kell öntözni a vetet. Na de gyertek és mutatom, mi mindenre lehet használni a rioliptufát a kertben. A betartalom mind a három termék esetében ugyanaz. A Meliorban van a legkisebb szemcseméret 0,5 mm, a zöldséges ágyások, magas ágyások talajának a javítására kiváló, szét kell csak szórni, utána be kell dolgozni, és jöhet rá akár egy komposzt réteg, és kezdődhet a vetés, vagy akár a palánták ültetésekor kicsit nagyobb ültetőgödröt ásva, az ültetés során ugyanúgy bedolgozható a földbe. A rioliptufa hat magára a talajszerkezetre is, mivel a fizikai tulajdonságai miatt morzsalékos talajszerkezetet biztosít, amelynek pozitív hatása van a talajok biológiai életére. A Melior és a nagyobb szemcseméretű Absorb is nagyon jó, például a balkonládák földjéhez keverve, a kisebb földmennyiség miatt a vízmegkötő képességnek itt nagy hasznát vesszük. A legnagyobb szemcsemérettel a dekor rendelkezik, amit használtunk dekorációs célra, és a dekor használható faültetésnél is az ültetőgödörbe kijuttatva, ugyanúgy a gyökerek körül tudja majd megkötni a vizet. A Melior apróbb szemű, homogénebb, így az a kötött agyagos talajok javításához kiváló, az Absorbot pedig használhatjuk homokos, lazább talajok esetén. A rioliptufa akkor tudja jótékony hatását kifejteni a talajszerkezetre, ha azt bedolgozzuk, és a rioliptufa.hu weboldalon nem csak a kiutatandó mennyiségre találunk ajánlást, hanem arra is, hogy milyen mélyen érdemes az egyes növényi kultúráknál bedolgozni a talajba. Így a gyökérzónában tudja majd megkötni a vizet. És ioncserélő képessége révén szikes vagy homoktalajokon is hasznát vehetjük, hiszen javítja a nyomelem ellátottságot a földben. És megfelelő mennyiség bedolgozásával a végzett talajvizsgálatok alapján 5-8 év hatástartammal is lehet számolni. És a legjobb, hogy a rioliptufa örleményt nem lehet túladagolni, másodlagos szikesedést nem okoz, még magas dózis esetén sem. A szerves trágyákkal kijutatott tápanyag mellett fontos az, hogy amit mi termelünk, annak a betartalmi értéke is jó legyen. Na ebben tud nekünk segíteni a rioliptufa, ami nem egy drága dolog, megvesszük, szétszórjuk a kertbe és hosszú évekre biztosítani fogja a megfelelő ásványi anyag ellátottságot a földben. És nagyon egyszerű, mert megrendeled a webshopban, és akár még egy csomag automatában is át tudod venni. Az ásványi trágyákat kevesen ismerik, pedig ugyanolyan fontosak, mint tápanyag a kertben, legyen szó a veteményesről, vagy akár a virágos kertről, magyar termék Magyarországról, biotermesztésben használható, egy teljesen természetes közet, amivel nem csak az ásványi anyagokat tudjuk behozni a kertbe, hanem bizony a bedolgozásával még az öntözésen is tudunk spórolni, hiszen meg tudja kötni magában a vizet. És az ásványi trágyák alkalmazásával egy csomó hiánybetegség bizony megelőzhető. Legyen szó az ágyások termőképességének a javításáról, vagy a balkonnövényekről, vagy bármilyen más növény, esetleg faültetéséről,
A Kolasz által gyártott Bodrogkeresztúri riolitufát keressétek a riolitufa.hu oldalon.